Na, sziasztok, itt vagyunk ismét a szigetes kiegészítőbe. Ugye az előbb részben az volt, hogy nem tudtak enni. Nézzétek meg, most már Emmának van egy pici hasa. Emma neki fog, most amint látom, hotdogot fog készíteni. Nem tudom, mi történt az egésszel, nem tudtak enni. Most se fogom tudni, tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Nem soká ismét sorsolás lesz, vagyis hát kockavetés pontosabban. Tele voltak kajával, és mégis éheztek. Jó, most hagyom, hogy ők maguk, hát esik az eső, ugye. Ez nem meglepő, már a szigethez tartozik, ez egy trópusi sziget, ahol mindig esik az eső. Jó, ezt ide leteszi. Na most... nem. Valami hiba csúszott ebbe az egészbe. Na nézzük, hogyha Szabolcs csinálja, akkor... Jó, tehát itt a kaja hegyek, és nem tudják megenni. És nem tudom miért, most csináltam egy mentést. Nem, tehát bebogolódott a játékom. Jó, hát... fogalmam sincs, hogy ez mi történt. Szegények próbálkoznak, de... Lehet, hogy nem jó helyre tettem a grillt, még erre gondoltam, de most mindegy, akkor, na, akkor gyújtsd meg, és akkor gyere ide enni. Nem tudom, tényleg most, hogy mi történt, gondolom bagos lett. Jó. Hát nyilván a tévét ezt már eleve ki is x-elem, mert nincs tévéjük, tehát premiért nem fogunk nézni. Hát akkor itt szépen... Itt egy csomó kaja, és nem tudnak enni. Hát lehet, hogy akkor... lehet, hogy azzal bevagolódott, hogy oda fölé tettem. Lehet, akkor máshova fogom tenni. Mert még én nem tettem így, tehát nem tudom, hogy ez így... Csak azt nem értem, hogyha elviszik magát a... Mindegy. Tehát ha elviszik magát az ételt, akkor ott máshol miért nem tudják megenni? Jó, akkor most elrébb tettem, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. És ezt se tudjátok megenni? Most meg az süt. Na, most ott süt, emit süt. Inkább azt csináld, akkor meg akarom nézni, hogy ez most... Ez Szabolcs... Oh. Jesszus, Palis, hol van tűz? Hol van tűz? Oh. És mondtam, hogy meg van átkozva ez. Nehogy menjél oda, várj. Igen, ezt akartam, hogy olsd el, gyere! Olsd el! Jaj, ne! Ne! Jézusom, csak le ne égjen a ház! Hát meg valami csillog. Szabolcs, hát hol vagy?
férfi legyél a talpadon. Gyere már meg, kigyullad. Nézzétek. Nem már. Gyere, óst el, nem hiszem el. És te is gyere is. Mindenki oltsa el. Óst el. Ha valaki csak ide jön eloltani. És tudtam, annyira tudtam, hogy a lány fogja, Emma fogja, hogy 100%-ig is biztos voltam. Ez a... Emma, te vagy... Te aztán... Te vagy az igazi férfi is, meg nő is, mert együtt, mert a teszémed ez egy nagy... Minden csak nem bátor. Ezt is olsd el, így... 240 szimolam kapott. Hát remélem annyiból ezt ki tudjuk 600-ból, hát akkor 600-ból. Igen, ezt akartam, hogy valami nagyon csillog, de nem tudjuk leszedni sem. Jaj, szegény. Te Szabolcs, hova mentél? Itt vagy. Na meg most már ide jössz, ugye? Ja igen, bocsánat, ezzel a nagy tűzzel közben elfelejtettem sorsolni. Itt van csörög. 11. Egész nagy számokat dobtunk mostanában, megnézzük a 11-et. Micsoda? Ohoho, gyerekek, ez nagyon jó. Az istenek meghallgatták az imáinkat, és egy új tárgyat küldnek a szigetre, amit kiválaszthat a szín. Tehát kiválaszthatjuk, hogy milyen új tárgyunk legyen. Ugyebár. Tehát innestől kezdve bármi lehet. Mi is legyen. Én amondó vagyok, hogy legyen egy hűtő. Tudom, hogy elektromos. Tisztában vagyok vele. Ezt eladjuk. De mi akkor is egy hűtőt fogunk venni. Egy jó minőségű hűtőt. Elméletileg ezt ingyen kellene kapnunk. Jó. Akkor ez megvan. Ez azért is, hogy ne halljanak éhen, mert annak semmi értelme nincs akkor az egész sorozatnak, hogyha most az elején ugye éhen halnak a szimeink. Jó, akkor nagyon jó. Most már mindegy. Sikerül, nem sikerül. Nem fogtok éhen halni. Jó, és akkor te meg tudod, mit egyen egy gyors ételt, mondjuk egyél egy szendvicset. És figyeljétek meg most, hogy már van hűtőnk, most már jó lesz a kaja. És beteszi a hűtőbe. Igen, tudtam. Jó. Hát akkor nézzük. Meg tudod enni, amit főztél? Nem. Nem tudja megenni. Nem, ő sem. Akkor egyen egy gyors ételt meg tudsz enni? Nem tudom mit... Nem. És megint esik az eső.
És itt ide fogják pakolgatni. Sorra meg, igen. Ide fogják pakolgatni. Nem értem, hogy ez most az egész sziget miatt bagolódott be a játékon, vagy amint látom, ugye Emma valamit főzött, szerintem ilyen grillezett gyümölcsöket. Mondanak, hogy ezt hova viszed? A férj uradnak viszed? És valahova leteszi. És letette. És fogalmam sincs, hogy hova tette. De komolyan... Na. Szóval. Az történt, hogy a felén én ugye az egészet kitöröltem, és újra telepítettem, újra raktam. És akkor úgy látom, hogy ez most egy kicsit megjavult, bár remélem legalábbis egyenlőre úgy látom. Fogalmam sincs, mi történt, de mi mindjárt süttetünk vele valamit, mondjuk egy grillcsirket. Szóval, hogy meglátjuk, hogy mennyire haladtunk, ugyanis mondom, az egész Sims-et leszettem, újra tettem, megpróbáltam visszaállítani az eredetibe, ahol volt. És most itt tartunk, úgy látom, hogy sikerült visszarakni, de hát meglátjuk, ezt nem lehet eladni. Hát ez szuper. Hát remélem, ez sem. Hát komolyan. Tehát amit a ég adott, azt nem tudjuk eladni. Akkor minek adta? De komolyan. Jó, hát küldjük el. Baromi sokat érünk vele, ha elküldjük. Egyébként, szerintem. Szabolcs fürdőzik itten a hát szóval szerintem ezt szerintem. Gyere és gyűjts be. Fájás. Komolyan szerintem ez a szigetes sorozatom. Esküszöm, ez meg van átkozva. Esküszöm, tehát valami... Tehát nekem még ennyire nehezen egy sorozat, pedig tudjátok, hogy egy jó pár már volt, nem ment. Elküldtem. Tehát itt, hogy folyamatosan esik az eső. Ugye bebagolt a játék, nem tudtak enni, éheztek. Most, hogy visszajöttem, tehát újra laktam mindent, nézzétek meg, az étkezésük egész fönt van. Hol ott lent kéne, hogy legyen? Eltűnt egy családom, ugye a tudós. Hát, igen. Vannak nehézségek. Hát, vagy csináld meg, az gyere aludni, vagy ne csináld meg, és gyere aludni. Ugye nagyon közel vagyunk már a szüléshez. Hamarosan Emmának meg kell születnie a gyermekének, ugye, akit Szabolcsal közösen alkottak. Szépen fogalmazok. Ugye az a lényeg, hogy ugye be kell telepíteni a szigetre embereket, ezt most vagy születés révén fogom megtenni, vagy pedig, hát nyilván pontosan azt a, tehát van egy olyan, amikor dobok a kockával egy olyan szám, ahol ugye új szimet küldenek az Istenek a szigetre, de hát ezt így nem tudom befolyásolni, tehát hogy lehet, hogy soha nem fogom ezt dobni. Na, Szabolcs közben aranyhalat fogott. Tehát, hogy lehet, hogy soha nem fogom, ezért úgy gondoltam, hogy akkor, hát akkor szüljön, hát. Hát, nem tudom, milyen minőségű ételt főzött. Banánfát, mi van? Jaj, ne! Azt nem mondta, hogy megint bebagol a játékom. Nem. Banánfa. Igen, azt látom, ez egy exotikus palánta. Bepisil. És meg vajódik is. Aha. Tehát minden. Bepisil, vajódik. Esküszöm, mondom.
Megvan. Ez a sorozat meg van átkozva. De ez. Mindenhol tökéletesen működik minden. De ez. Mióta a szigetest csinálom, ez az átok. Szóval most csak fogja a halakat, mert nem tudok ehhez mit fűzni. Majdnem leégett a ház. Majdnem éhen haltak. Rossz. Hát gondoltam. Hát úgy is néz ki. Egyáltalán nem néz ki jól. Tehát meddig mossa a kezét, de komolyan. Elma, te mit csinálsz? Te hol vagy? Merre vagy? Ott van a... már azt hittem, hogy valami baja van, de komolyan nem akart odavinni a gép. Tehát, már, mondom, ne. Azt hittem, elment, elvándorolt, meghalt, és ott a gyerek a pociába. Nem, csak a gép valamiért nem érzékelte. Milyen meglepő, igaz? Amúgy kíváncsi lennék arra, hogy aki ezt a szigetes módot csinálja, hogy annak is ennyire bagol a játék, mert hogy kifejezetten a szigetnél bagol a játékom. Ennyire, tehát az egyiknél sem bagol ennyire szerintem, mint ennél. Na. Szerintem jobb, ha elmet elfekszel aludni. Most szerintem az éjség neked a legkevesebb bajod. És szellemekkel álmodik, szegény. Jaj, most fog szülni? Uram, atyám, komolyan? Te most mit izélsz itt? Ne paráztassál minket. Takarítsál. És meg itt a baba. Bocsánat, csak ebben nagyokat nyelek. Jó, kisfiú, hát... Jó van. Azért lett volna a lány szülünk nyilván, mert ugye a lánynak is lehet még gyerekei. Hát egy fiúnak meg... Hát nem, Marcel. Az jó név. Igen, szeretett szolgált ingyenes bölcsöt biztosít nekünk, nagyon helyes, mert nincs pénzünk. Annyi. Ah, szegény ma megküzdködik a gyerekért. Szegény. És megszületett a Marcelünk. Egy kisfiú. Hát, etesd meg, mert tuti, hogy már sírt, tudtam, tehát lemertem volna fogadni. Már ismerem. Jó, szerintem akkor utána menjen vécére, és menjen aludni, mert ugye nagyon kell vécézni, amit látjátok, meg nagyon álmos, fáradt. És akkor utána menjen aludni. Hát gondolom csak elalszik a csöpség. Megetettük, hát most nyilván nem cseréltünk pelenkát, meg nem csitítgattuk, meg stb.
De hát csak elég lesz. Egyébként is apuka is tudja csitítgatni. Aztán majd elteszem innen, amint Emma lefekszik. Aha, alszik, helyes, helyes van a csöpség, Marcella alszik. Ezt a részt itt hagyjuk abba, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!